áldás, szeretettel köszöntelek mindannyiótokat 2023. szeptember 11-én hétfőn. Ez itt a Calvin Rádió székelyföldi különkiadása, a Hargitáról jelentkezünk. Itt van mellettem igazgató bácsi és igazgató helyettes nénik is, akiknek majd átadom a szót, és ők is köszöntenek titeket. Kedves gyerekek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket innen a Hargitáról, Székelyudvarhely mellett vagyunk. Azért érkeztünk Székelyudvarhelyre, mert a Bacskomodorosi Kisgergely Református Általános Iskolával szeretnénk testvériskolai szerződést kötni, és úgy néz ki, hogy holnap a templomba ünnepélyes keretek között ezt a szerződést megkötjük. Békesség Istentől, köszöntelek benneteket úgy, ahogyan minket köszöntöttek vasárnap az Isten a belvárosi református gyülekezetben Székely udvar helyen. Ezt az Istentől kapott békességet tapasztaljuk meg itt Székelyföldön, és gyönyörködünk a festői szépségű hegyekben és fenyőfákban. Nagyon sok élményen gazdagodtunk ez alatt a néhány nap alatt, amit hazaviszünk nektek, és amiket majd megosztunk veletek. Szeretettel gondolunk rátok, legyen nektek is nagyon szép, békés napotok! Áldás végeség. Én is köszöntök mindenkit innen a Hargitáról, 1700 méter magasságból. Reméljük csak a magasságokat éljük meg veletek együtt, majd nem a mélységeket. És azért vagyunk itt, hogy titeket is el tudjunk majd hozni, akár kollégákat, akár gyerekeket ide a testvériskolánkba, és akkor ezt a kapcsolatot gyümölcsözővé tudjátok tenni velünk együtt. Ezért nincs ma kémia óra, ezért nincs ma hittanóra óra tiszteletes bácsival, de holnap már ott vagyunk, és reméljük, hogy át tudjuk adni az élményeinket nektek is. Áldás békesség, további szép napot! Hallgassuk meg együtt Isten szent igéjét, János evangéliuma első fejezetéből, az első fejezet 15. versét idézem, ezt mondja János evangélista, az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egy szülöttjének dicsőségét, aki tele volt kegyelemmel és igazsággal. Ámen. Kedves barátaim, láttuk az ő dicsőségét. Így kiáltott fel János evangélista, és újongó örömmel adta a hírül a világnak, hogy ő nem csak Jézust látta, hanem ezzel az újongó örömmel kiáltott fel, és ezzel az újongó örömmel kiáltok fel én is, Hargita hegyén, és eszembe jut, hogy amikor Jézus egy pillanaton nyakon három tanítványt, Jakabot Pétert és Jánost, és felvitte őket a megdicsőülés hegyére, akkor a szemük láttára elváltozott, és megmutatta nekik az ő mennyei dicsőségét. Bepillantást engedett nekik abba a világba, ahol nem lesz már sem bűn, sem fájdalom. Csak öröm lesz, és mindent átható békesség lesz. Miben is nyilvánul meg Jézus Krisztusnak a dicsősége? Hát abban, hogy az ő élete túlcsorduló edény volt, így mondja az evangélium, hogy telve volt kegyelemmel és igazsággal. Ebből az edényből, Jézus Krisztus életéből előbb a kegyelem árat ránk, Figyelmesség, jóság, bűnbocsánat, vigasztalás és gyógyítás formájában. Mikor a mi drága megváltunk Jézus itt járt ezen a földön, mindenkinek ilyen gyógyító ajándékot osztogatott szét. Mennyi kegyelem áradt az ő szerető szívéből azóta is a világra. Kedves barátaim, Erdély szép vidékét járva, hegyeit megcsodálva, az ember szívét átjárja a hála. Milyen szép is ez a mi magyar hazánk a Kárpátok ölelésében. És az Úr nagy kegyelme az, hogy még nincsen végünk. A kegyelemből élünk, és abban evickélünk, és abban fürdünk, és azt gondoljuk, hogy mindig így lesz, de nem lehet mindig így. Jézus életének edényében a kegyelemmel együtt igazság is lakozik, nincsen bűn következmény nélkül. Nem lehet a végsőkig feszíteni a szeretetnek a húrjait. Az élet nagy igazsága először Jézus Krisztuson teljesedett be, amikor értünk áldozta önmagát. Szeretete meg akar minket menteni attól, hogy életünk végén ítéletben legyen részünk. Ezért kell odafordulni egymáshoz, minden nap, megbocsátó szeretettel. Mert csak az egymásnak esélyt adó, megbocsátó szeretet által tudja meggyógyítani Isten Széttöredezett hazánkat, a magyar szívet és a teremtett világot is. Legyünk mi az elsők, akik elindulunk a Jézusi szeretetnek a gyógyító útján. Így legyen, Ámen. Legyen nagyon szép napotok, áldás, békesség.